Jó estét kívánok! Hát egy jó hírrel kezdeném a mai műsort, mert hogy az EU tagállamai közül először Szlovéniában hivatalosan is bejelentették, hogy véget ért a járvány. Nálunk pedig Szlávik János, a Délpesti Centrum Kórháznak az infektológus főorvosa is úgy nyilatkozott, azt mondta, hogy minden valószínűség szerint június elejére nálunk is lecseng a járvány. Úgyhogy ezek a jó hírek, ezek is szóba kerülnek a mai műsorban. Már is mutatom, hogy kik a vendégeink. Itt van Vadai Ágnes, a DK alelnöke, Munkovics Tibor, a Jobbik frakcióvezető helyettese, és Somos András műsorvezető is itt van. És akkor vágjunk is bele gyorsan az első témánkba. Orbán Viktor ma is beszélt reggel a Kossuth Rádióban, és természetesen szóba került Budapest újranyitása. Ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy még fut egy kört, szeretne egyeztetni a szakemberekkel, ezért döntés csak holnap délelőtt vagy kora délután várható. Nézzük! Az országban már csak a főváros vár a korlátozások enyhítésére. Budapest lényegében kéthetes késéssel követi majd a vidéki változásokat. Budapesten is megvannak az újranyitás feltételei. A miniszterelnök a Kossuth Rádióban azt mondta, hogy szombat délután dönt a szabályok esetleges lazításáról. Úgy látom, hogy most már nem az otthon maradása a felelős viselkedés, hanem a védőtávolság megtartása és a tömegközlekedési helyeken, tömegközlekedési eszközöken és a vendéglátóipari helyeken az arc eltakarása, illetve a maszk viselése. A kormányfő gyakorlati felelősségvállalást kért a polgármesterektől. Karácsony Gergelyt azonban született elméleti emberként írta le. Tehát ha disznóvágás van, ez a típus a vacsorára jön. De senki se bánja, mert legalább nincs láb alatt, amíg a többiek dolgoznak. A nyitásnak, óvatosnak és fokozatosnak kell lennie, de el kell indulnia. Karácsony Gergely csütörtöki sajtótájékoztatóján és pénteki Facebook bejegyzésében is a járvánnyal összefüggő információkat sürgetett. Azt írta, viccesnek szánt példabeszédek helyett, tán hasznosabb lenne, ha a miniszterelnök nem tökörészne tovább, hanem képes lenne dönteni Budapest újranyitásáról, és végre rendet tenne a kórházakban, ahol lassan többen kapják el a fertőzést, mint ahányan kigyógyultak belőle. Na hát beszélünk majd mindenképpen erről a úgymond szócsatáról itt, ami Karácsony Gergely és Orbán Viktor között zajlott, de előtte ez a bizonyos szombat. Ugye azt mondta a miniszterelnök, hogy szombat délelőtt vagy kora délután várható a döntés Budapesttel kapcsolatban. Miért vár szombatig? Szóval mi lehet ennek az oka? Azért is kérdezem, mert ugye azt is mondta, hogy Budapest nagyjából kéthetes csúszással követi a vidéki lazításokat. Annak ugye pont azt hiszem, hétfőn jár le a határideje, tehát nyugodtan, ha ugye mérlegeli ezeket a szempontokat, akkor akár ma is bejelenthette volna, de azt mondta, hogy még fut egy kört, és egyeztet a szakemberekkel. Szóval mi fog változni mondjuk ma délután és a holnap délelőtthöz képest? Szerintem meg... Ja, bocsánat, kezdem. Az, ami talán változott tegnap és ma között, mert tegnap a miniszterelnök azért nem ment el az Európai Parlament, mert azt mondta, hogy minden erejét a védekezésre kell fordítania, aztán ma láthatóan már nem kellett minden erejét a védekezésre fordítania, mert védőfelszerelés nélkül elutazott Szerbiába, tehát valami változás történt. Egyébként pedig alapvetően azt gondolom, hogy nyilvánvalóan megpróbálja még az erejét fitoktatni Budapesttel szembe és a budapesti városvezetőkkel szembe, beleértve a főpolgármestert és az ellenzéki vezetőket is, és nyilvánvaló azzal, hogy szombaton jelenti ez be, akkor ugye hétvégén megint dolgozhatnak azok, akiknek dolguk lesz ezzel, hogy hétfőn lehessen menni, de én azt hiszem, hogy az ellenzéki kerületi vezetők, és talán a kormánypártiak is, és a főpolgármester, és a főváros is fölkészült arra, hogy hétfőn akár lehessen újraindítani az életet. Én azt gondolom, hogy itt egy politikai csata zajlik tulajdonképpen ugye a főváros vezetése és a kormány között, amely... Egy demokráciában ugye nevezhetjük normálisnak, az viszont semmiképp nem nevezhető normálisnak, ahogy Orbán Viktorék kezelték ezt a válságot. Tehát most látjuk, hogy elindult a siker propaganda, és megpróbálják minden egyes lépésüket úgy tálalni, mintha ennek valami óriási szerepe lett volna abban, hogy leküzdjük ezt a válságot. De én megmondom őszintén, hogy semmilyen különbséget nem láttam a budapesti emberek és a vidéki emberek helyzetkezelése között, mert még mielőtt az első rendelet megszületett volna Magyarországon, a felhatalmazási törvényt követően, vagy már azelőtt is, a magyar emberek már akkor elkezdtek maszkokat gyártani, és ugye nem véletlen az a statisztika, hogy a világon Magyarország az az ország, ahol az ötödik legtöbb házilag készült maszkot gyártották. Tehát egyébként, ha valakinek a sikeres védekezés köszönhető, az pont a magyar lakosság. Tehát szerintem nincs különbség Budapest és vidék között. Én amikor a múlt héten szintén ide jöttem fel ugye ebbe a stúdióba, és mikor leparkoltam az autómmal,
akkor direkt figyeltem, hogy a villamoson, a buszokon, vagy esetleg itt a szomszédos parkban mennyi ember közlekedik, és tényleg meglepődtem azon, hogy budapesti viszonylatokhoz képest szinte alig volt ember az utcákon. Tehát én azt gondolom, hogy a budapestiek is nagyon fegyelmezetten betartották ezeket az előírásokat. De akkor mi az oka ennek a várakozásnak? Szóval miért szombat? Miért kellett akkor? Ez egyértelműen ellenzékieknek a szivatása, tehát erre tényleg nem tudok mást mondani. Hozzáteszem, hogy teljesen felesleges a miniszterelnöknek üzengetnie akár a kerületi polgármestereknek, akár a főpolgármesternek, vagy a főpolgármester helyetteseknek, mert hogy megszerezte magának azt a hatalmat, hogy ő döntsön. Akkor legyen szíves, döntsön, és valóban ne tököljön tovább, hanem akkor döntsön. Tehát, és én azt gondolom, hogy ma este, vagy ma délelőtt, vagy akármikor repült Szerbiába, és aztán leszállt, ugye mindenki láthatta ezt a felvételt, hogy felsorakozott a díszsorfal, ott mindenki volt védőeszköz, az őt fogadó hölgyön volt kesztyű védőeszköz, egyedül a magyar miniszterelnökön nem volt. Ez nyilván azt sugallja, azt az üzenetet küldi, hogy nincs itt probléma, nyugodtan lehet akár már így is sétálni, miközben jelen pillanatban nem ez a helyzet. Tehát én azt gondolom, hogy a miniszterelnök akkor, ha már kért egy ilyen nagy hatalmat, akkor legyen szíves, döntsön. Beszéljünk akkor egy picit erről az adókapokról, ami itt az előbb elhangzott, mert amikor a bejátszót hallgatók, mind a hárman mondhatom azt, hogy fölkapták a fejüket, amikor ezeket a mondatokat beidéztük, már mint a tökörészésről szóló mondatot, illetve Orbán Viktornak a mondatát, a disznóvágásos mondatát idéztük. Egyébként ez a konkrét disznóvágásos mondat, ez egyébként a Pesti úti idősek otthonának a kontextusában hangzott el, ezzel kapcsolatban mondta azt Orbán Viktor, hogy nem elméleti szakemberekre lenne szükség. Egyébként Karácsony Gergely tényleg nem ment el a Pesti úti idősek otthonába. De Génémet Erzsébet, a DK főpolgármester. Igen, csak ugye nyilván Orbán Viktor is saját maga ment ugye el a kórházba. Elég nagy baj. Tehát nyilván azt akarta ezzel. De azt mondom, hogy az meg viszont elég nagy baj, hogy elment a miniszterelnök, mert még ott volt, addig föltartotta az embereket, meg lehet nézni, hogy ki milyen védőfelszerelés volt. A miniszterelnök maga tette ki ezeket a fotókat, őt úgy beöltöztették, mintha az ebola, a covid és a sars egyszerre lett volna jelen abban a kórházba. Az őt kísérő egészségügyi személyzetem meg nem volt olyan védőfelszerelés, úgyhogy én azt gondolom, hogy a miniszterelnöknek nem az a dolga ilyenkor, hogy föl alá furikázgasson, hanem az a dolga, hogy üljön a kis íróasztalánál, bonyolítsa le telefonbeszélgetéseket, meg konferenciabeszélgetéseket, hogy meg tudják oldani a problémát. És egyébként nem, ja, bocsánat. Nem, nyugodtan. És egyébként nem csak ilyen beállított helyzetekben legyen példamutató, mert ugye láthattuk ezeket a jeleneteket, ahol a onnadozó kórházfal, meg a lezárt lift és stb., hogy ugye be volt jól öltözve Orbán Viktor, de pont vannak olyan hétköznapi helyzetek, amikor nem figyelnek annyira ezekre a úgymond idézőjelben mellékes dolgokra, hogy tényleg nem hordanak maszkot. Hát a parlamentben mi ezt naponta tapasztaljuk, hogy tulajdonképpen a járvány kezdete óta a fideszeseknek egy elenyésző része hordja tulajdonképpen a maszkot, tehát én nem is tudom, hogy lehet ennyire félváról venni a hasonlathoz visszatérve. Hát én nem ismerem Karácsony Gergelyt, tehát ilyen formában nem akarok róla nyilatkozni, de azért, hogyha már Orbán Viktor ezt megtett, akkor én is megtenném, hogy szerintem Orbán Viktor meg az, aki elmegy a kocsmába, előtte el sem ment a disznóvágásra, de a kocsmában azzal dicsekszik, hogy ő vágta le a disznót. Hát vagy levágja azt a disznót is, ami nem az övé. Most már András. Szerintem egyébként a... Meg lép a felével. Szerintem egyébként ez a tökörészés, ez egy vívő szó. Tehát az, hogy az üzenet a tökörészés szó miatt jusson el, azért kellett a tökörészés szó bele a mondatba szerintem. A másik az, hogy a másik oldalról meg ugye milyen szerencse, hogy Orbán Viktor szerint jó a viszony a Karácsony Gergellyel. Hát az egy... Nem? Tehát, hogyha egy ilyen viszonyban egy ilyen kedves kifejezés is belefér, hogy a disznót akkor ő nem ő szereli össze, ugye? Nem, a bútort. Az a bútorra van. A bútor. Jó, most én összevontam, hogy nekem annyit beszélni. Fontos volt, amit mondtál, mert a bútor kapcsán azt mondta, hogy ezt így a kvázi így a pestiek mondja, a vidékieknek mondja a disznóvágásos. Igen. Tehát itt is különbséget tesz Budapest és vidék között, mint hogyha egyik a másikat nem értené meg. Tehát ugye ezt gondolni akár a pestiekről, akár a vidékiekről, hogy nem értenek meg egy ilyen hasonlatot, ez méretetlen lenézés az embereknek. És hogyha már itt tartunk, akkor jogot szolgáltat, igazságot nem ugye az is elhangzik ugye a gyöngyöspatai ítélet ugye a legfelsőbb bíróság kapcsán, mondjuk a kúria így hívják. Az 5. kerületből nem látszik gyöngyöspata igazsága, mondja a miniszterelnök a várból, ugye egyrészt.
Másrészt meg ez is az a különbségtétel, hogy hát ő maga biztosan jól tudja, hogy Gyöngyöspata igazsága micsoda. Mert ugye mi az igazság? Az az, hogy nem tanították megfelelően a gyerekeket, emiatt kártérítést kell, hogy fizessen az állam. Az állam nem szolgáltatott megfelelően, ezért kell, hogy kifizesse ennek az árát. Na most én nem tudom, ez milyen igazságtalanság, de a miniszterelnök szerintem arra tette fel az esküt, vagy le az esküt, hogy ő minden magyar miniszterelnöke, ráadásul egy stratégiai partnerről van szó, a cigányságról. Ugye a választási szövetségben indultak a magyarországi cigányok legfontosabb, vagy legjelentősebb pártja, és a Fidesz-KDNP. Ugye őszintén szóval én nem tudom, hogy kinek az igazsága látszik a várból, de ez mélyen igazságtalan, hogyha az ő igazsága az igazság. Egyébként csak tovább kell, hogy lépjünk, és ugye Vadai Ágnes az előbb említette azt a találkozót, ami Belgrádban zajlott, ugye Orbán Viktor ott volt, és ezzel kapcsolatban ott tartott egy sajtótájékoztatót egyébként a szerb vezetővel, és itt mondott egy nagyon érdekeset, ez az egyik napmondata ma, már is mutatjuk, hogy mit mondott. Május végén visszaadhatjuk a parlamentnek a különleges felhatalmazást. Tehát ezt mondta a miniszterelnök, és azt is hozzátette, hogy illene mindenkinek bocsánatot kérnie, aki kételkedett abban, hogy a magyar kormány jóhiszeműen nyúlt a különleges jogrendhez. Úgyhogy tudtam, hogy itt az alkalom is megkérdezem a két ellenzéki képviselőket, hogy bocsánatot fognak-e kérni Orbán Viktortól. Mert melyik kamerába kell nézem, hogy ezt megkérdezem? A miniszterelnök mondandója kapcsán szeretnék mondani, hogy mi beadtunk egy törvényjavaslatot, mert mi úgy gondoljuk, hogy már most vissza kellene adni a különleges felhatalmazást, hiszen nincsen az a helyzet, ezt mutatják az általuk publikált számok, a miniszterelnöki viselkedés és a nyitás is. A másik pedig változaton, ha valaki végignézi, hogy milyen intézkedéseket tett a magyar kormány a veszélyhelyzet ideje alatt, akkor azt hiszem, hogy a miniszterelnöknek kellene bocsánatot kérni. Bocsánatot kérni azoktól a családoktól, ahol a betegeket egész egyszerűen a kórházból kirakták, és ezzel veszélybe sorolták. Bocsánatot kellene kérni önkormányzatoktól. Bocsánatot kellene kérni például a nemzetiségektől, akiktől elvontak pénzt, hogy odaadhassák az egyháznak, és bocsánatot kéne kérni az összes magyar állampolgártól, aki most nagyon nehéz helyzetben van, mert a különleges jogrendre hivatkozva olyan kormányrendeletet hoztak, aminek következtében össze-vissza csoportosítanak át pénzeket. Jutott egyházra, jutott határon túli gazdáknak támogatásra, jutott kézilabdára, jutott egy kis pénz a focira, csak éppen a magyar családokra nem jutott. Úgyhogy ezért a miniszterelnöknek kellene bocsánatot kérnie, hétfő jöhet a parlamentbe és megteheti. Igen, ugye azért is fontos ez a mondat, mert hogy az ellenzék nagyon sokat támadta emiatt, és érdekes, mert összekötötte ezt a védekezésre. Ugye azt mondta, hogy a magyar védekezés a különleges jogrend miatt volt sikeres, mert hogy ugye meg lehetett hozni azokat az intézkedésekre, amire szükség volt, és emiatt oldható ez meg, hogy már a hónap végén, már a június végén visszaadhatja ezt a felhatalmazást. Szerintem tisztán kell látni ebben a témában. Tehát Orbán Viktornak 2010 óta teljhatalma van. Tehát ez a felhatalmazási törvény, ez tulajdonképpen arra volt jó, hogy a járvány leple alatt olyan lépéseket meg tudjanak tenni, olyan pénzeket tudjanak csepegtetni az ő köreiknek, amelyek egyébként a járvány miatt kiestek, hiszen láthatjuk, hogy Mészáros Lőrinc, Tibor István, hát a legnagyobb érdekeltségeik egyébként most jelenleg, hogy jön a nyár, a Balaton körül vannak, és ezeket a szállodákat nyilván jön az enyhítés, hiszen majd meg kell tölteni Mészáros Lőrincnek a szállodáit emberekkel, de a felhatalmazási törvény az tulajdonképpen semmi másról nem szólt, mint hogy azoknak a mozgatható forrásoknak, amelyek talán nem olyan látványosak, nyilván azért a sajtó szerencsére meg az ellenzéki pártok így is kiszúrták, tehát hogy ezeket időben oda tudják tenni, ahova kell, hogy nehogy valami hiány lépjen fel az éhes szájak etetése kapcsán. Egyébként pont ebben a témában jelent meg pár napja egy publikációm, ahol én azt mondtam, hogy biztos vagyok benne, hogy vissza fogják adni. Egyébként októberben majd, vagy szeptemberben, vagy nyár végén újra visszaveszi ezt a teljhatalmat Orbán Viktor, amikor majd jön a második hullám, de addig is majd milyen jól lehet mutogatni Európában, meg hát itt Magyarországon majd az ellenzéket is lehet vele ostorozni, hogy na látjátok, visszaadtuk, tehát hogy semmi félnivalótok nincs ettől a helyzettől. Mondom, Orbán Viktornak ugyanúgy megvan a teljhatalma a kétharmad által, és nagyon álságos, amikor a fideszesek a parlamentben arra hivatkoznak, hogy majd az országgyűlés dönt róla. Országgyűlés ma az a fideszes kétharmad. De amúgy sem az országgyűlés dönt, hiszen az alaptörvény világosan előírja, hogy a veszélyhelyzetet a kormány hirdeti ki, és szünteti meg. Tehát végig hazudták, lényegében az elmúlt
nem tudom én, 2,5 hónapot azzal kapcsolatosan, hogy ebben az országgyűlésnek van jogköre. Nincsen jogköre. A veszélyhelyzet kihirdetése és annak megszüntetése az a kormány jogköre, nem pedig az országgyűlés. Viszont akkor ennek a logikának a mentén nézzünk meg egy másik nap mondatát, ami legalább ennyire érdekes, majd mindjárt elárulom, hogy hogy kapcsolódik a kettő össze, ugyanis Török Gábor adott egy interjút a 444-nek, és itt mondott egy nagyon érdekes dolgot a felhatalmazási törvénnyel összefüggésben, illetve az előrehozott választásokkal kapcsolatban. Szóval azt mondta, hogy szól annyi érv a Fidesz szempontjából az előrehozott választások mellett, hogy ellenzéki pártok is gondolkodjanak el azon, mit tesznek akkor, ha Orbán Viktor egy augusztusi délután bejelenti, hogy a sikeres egészségügyi válságkezelés után, a nehéz gazdasági lépések előtt, mert ő annyira demokrata, felhatalmazást kér a választóktól a nehéz lépések meghozatalára. Ezt mondta tehát Török Gábor politológus, és azért mondtam, hogy összekapcsolódik a két téma, mert hogy Török Gábor már korábban is arról beszélt, ugye, hogy a felhatalmazási törvény célja valójában egyáltalán nem a demokrácia felszámolása, hanem igazából egy politikai csapda, amiben az ellenzék szépen bele is sétált, és ennek a következménye lehet az majd, hogy lehet, hogy tényleg egy augusztusi délután bejelenti, hogy oké, akkor legyenek előrehozott választások, és az a nagy kérdés, hogy ha ez bekövetkezik, és most ez csak feltételezés persze, de akkor mit léphet az ellenzék? Ezt úgy látom, hogy előrehozott választás bármilyen esetben akkor lehetséges, hogyha, tehát két eset van. Egy, hogyha a Fidesz elveszíti a parlamenti többségét, erre most nem nagyon látok esélyt. Kettő, hogyha úgy érzékeli, hogy 2022-re a helyzete olyan lehet, hogy elveszítheti a választást. Hát ugye a, járványból adódik ez a második lehetséges, erre azt mondom, hogy ezen nagyon is dolgozunk, hogy elveszítse azt az esélyt, hogy újra kormányozzon, és az ellenzék nyilván készül. Köszönöm szépen minden tanácsot és minden fölhívást ezzel kapcsolatosan. Ez nagyon fontos. Kérdeztem, hogy hogyan? A magunk módján. Ez titokzatos egyelőre. Nyilván, hát elsősorban az ellenzék is még a járvány kezelésére koncentrál, mi is azért megpróbálunk ötletelni, bár én nagyon sajnálom azt, hogy ezek a hétpárti egyeztetések, például a felhatalmazási törvény meghozatalát követően azonnal eltűntek. Tehát addig ugye nem volt ellensége a Fidesznek, akire lehetett mutogatni, nyilván ezért kellett ezt a csapdahelyzetet ugye felállítani. Én nem tartom kizártnak egyébként annak a lehetőségét, amit Török Gábor említett. Én szerintem minden attól függ, hogy a Fidesz miket fog mérni. Tehát ha neki olyan mérései lesznek majd, amelyek azt mutatják, hogy rohamszerűen csökken a népessége, márpedig ezekkel a gazdasági intézkedésekkel, hogy 160 ezer ember került az utcára Orbán Viktorék teszetossága miatt, azzal igenis elképzelhető, hogy olyan gazdasági helyzet adódik, annyi ember fog nagyon-nagyon rossz helyzetbe kerülni, hogy szükségük lesz egy előre. Nézzük meg akkor egyfajta felmérést, mert ez volt a nap kérdése is. Kíváncsi vagyok, hogy a nézőink hogyan vélekedtek erről, tehát hogy tőlük is ezt kérdeztük, tehát hogy Török Gábor politikai elemző szerint nem kizárt, hogy a gazdasági válság miatt Orbán Viktor előrehozott választással kéri tehát a felhatalmazást a nehéz lépések meghozatalára, és hát azt kérdeztük, hogy önök szerint lesz-e, lehet-e előrehozott választás, 30% mondja azt, hogy igen, és 70% mondja azt, hogy nem. András, most már tiéd a szó, mert nagyon... Nem, hát ugye a magyar közjogi hagyományokban ez nincs benne, ez az előrehozott választás, de attól még persze felvetheti bárki, és Török Gábor azt mondja, hogy a kormánypárti politikusokkal történt háttérbeszélgetések alapján nem zárható ki, ugye, így fogalmaz. De van ennek a fejtegetésnek, amely több érdekes elemet tartalmaz, egy pontja, amire felfigyeltem, hogy ő úgy látja, hogy Orbán Viktor és kormánya nem lépte át azokat a határokat még, ami azt lehetetlenné tenné, hogy itt 2022-ben váltás legyen, politikai váltás. Én azt gondoltam egyébként, hogy többször átlépte ezt. Tehát, hogy a választójogi rendszer átírása az szerintem egy olyan határ, ami kifejezetten kizárta, hogy itt az elmúlt választásokon ellenzéki győzelem szülessen. Az ellenzéknek abban igaza van Török Gábornak, hogy az ellenzéknek a fejlődés története, vagy politológiai érési története, az abszolút lehetetlenné tette, emellett a szabályozás mellett, hogy váltás történjék. Örülök, hogy mosolyognak a politikusok, annyira helyesek, nem látják, nincs totál kamera, de tényleg így van, hogy ebben azért igazat kell neki adni. Uh-huh.
De legalább csak egy gyors reakcióra van annyit idő. Tudok mondani, hogy megértettük, tehát a tavaly októberi választás az számunkra is világosá tette a fejlődés történetnek a fontos szakaszát, ezért mondtam, hogy természetesen mi is figyelünk, ahogy itt erről beszéltünk, nyilván ahol önkormányzati képviselőink vannak, polgármestereink vannak, ott ugye maguk is részt vesznek a védekezésben, mi is teszünk javaslatokat, de ezzel együtt azért erőfeszítéseket teszünk arra, hogy jól menjenek a dolgok. Mi, akik egy körzetben indultunk, pláne tudjuk. Bocsánat, csak be kell, hogy fejezzük, de csak egy nagyon picit, mi is fejlődünk majd tovább, csak egy rövid reklámszünet következik, aztán folytatjuk. Máhol. Folytatjuk tehát a Naphírt, és a reklám előtt, a reklámszünet előtt arról beszélgettünk, amit Török Gábor egy interjúban említett, hogy elképzelhető az is, hogy előrehozott választások lesznek, vagy lehetnek Magyarországon, és itt hagytuk abba, és Nunka István szeretett volna még valamit mondani ezzel kapcsolatban. Igazából csak annyit mondtam volna, hogy mi, akik egy körzetben indultunk, tehát tudjuk azt, hogy mi ennek a tétje, és hogyan oldjuk majd meg esetleg ezt a problémát. Tehát igen, az ellenzéknek is megvan ez a politikai ellenfejlődése, ahogy tetszik. Akkor folytassuk egészségügyel, mert hogy Müller Cecília ma az operatív törzs tájékoztatóján azt is bejelentette, hogy tovább nyitják az egészségügyet. Ezzel folytatjuk. Hétfőtől újabb egészségügyi ellátásokat indítanak újra, jelentette be az országos tiszti főorvos. Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján elmondta, hogy folytatódnak a nem népegészségügyi célú szűrővizsgálatok, így például a foglalkozás egészségügyi szűrések. Emellett a fekvőbetegellátásban a tervezhető műtéteket is el lehet majd végezni. Az ágyaknak az egyharmadáig, ami korábban a koronavírusos betegeknek a fenntartását szolgálta, az ellátásának a fenntartására tartottunk fenn. Ezeknek most az egyharmada felszabadítható. A védekezést ugyanakkor folytatni kell. Ezt már a Testnevelési Egyetem tudományos rektor helyettese mondta az egyenes beszédben. A szakemberek szerint ősszel várható egy második hullám, de a rektor helyettes úgy véli, a jelenlegi tapasztalatok alapján erre már könnyebb lesz felkészülni. És akkor ehhez még tegyük hozzá Merkeli Béla véleményét is, ugye a SOTE rektoráról beszélünk, aki azt mondta, hogy a fél világ Magyarországra irigykedik most, mert hogy ezt így már, mint a védekezést, ezt így meg tudtuk csinálni. Nagyon hatékonyak voltak az intézkedések, gyors intézkedések voltak, és a lakosság is fegyelmezett volt, ezt is hozzátette. Úgyhogy ez tulajdonképpen egy akármi pozitív hír is lehetne. Jó, de ez a világszínvonalú járványügyi védekezés, ezt az egész egyszerű tényt, hogy visszaengedik a betegeket a kórházból, nem volt képes úgy elmondani, hogy ezt valaki megértse. Mert hogy az a probléma, és minden tisztelet Müller Ceciliáé, aki minden nap ott van, és tényleg nem alszik, tehát hogy ezt lehet látni rajta, de az, hogy a felszabadított ágyakat újra fel lehet szabadítani egyharmad erejéig, ez azt jelenti, hogy visszaengedik a betegeket a kórházba, úgyhogy semmi értelme nem volt ennek az egésznek. Igen, hát ő nyilván nem erre gondolt, vagy nem ezt szerette volna mondani. De ezt szerette volna mondani, csak nem ezt mondta el. De nem, ez, nem... nem ez a lényeg? De, hogy a gyakorlatban ez így fog megvalósulni. De hogy visszamehetnek az emberek lényegében, igen, a kórházba. Amennyiben nyilván lesz beteg, és amennyiben szükség van rá, akkor mondjuk ez megoldható. Talán azokat, akiket mondjuk kihaigáltak a kórházakból, amikor az ágyleürítés volt, akkor oda visszamehetnek az emberek. És ez ugye egy miniszteri utasítás alapján történt, amely teljesen korlátozza a felelősség megállapítását, semmilyen szempontból jogi eljárásban ezt nem lehet majd peresíteni. Jogászok ebben nagyjából azért egyetértenek, de azért tényleg elképesztő ez, ami történt ez ügyben. Ugye én annak viszont örülök, hogy elkezdődik e tekintetben is valamiféle nyitás, mert hogy már lassan nagyon súlyos problémákkal küzdenek magyar betegek. Tehát egyrészt ugye például a mammográfiai vizsgálatok, azok leálltak. Ebben az ügyben éppen írásbeli kérdést nyújtottam, hogy mikor lehet ezt végre újra kezdeni. Ugye a terhes gondozás kapcsán is a speciális vizsgálatokat sokszor csak magánintézményekbe lehet elvégezni, amik iszonyatos pénzbe kerülnek. De éppen a kezembe került egy levél is, amelyet valamelyik, már nem is emlékszem, melyik klinika küldött meg egy pacemakeres betegnek, hogy a
pacemakeres ellenőrzése, ami a héten lett volna esedékes, azt elhalasztják, és nem tudnak neki új időpontot adni. Na most azért Magyarországon nagyon sok olyan beteg van, aki nem covidos, de nagyon súlyos beteg, akár daganatos, akár ugye szív- és érrendszeri betegsége. 50% a haláloknak szív- és érrendszeri betegség. Szív- és érrendszeri betegség, és én azt gondolom, hogy már az ágyleürítés is egyébként, és az egész hozzáállás is nagyon nagy baj volt, hiszen, ha jól emlékszem, Kiskunfélegyházán azért felépítettek egy kórházat kifejezetten a covidos betegeknek, és mind a mai napig például nem tudom, hogy hányan feküdtek abba a kórházba. Erre vonatkozóan nem volt adat, de ehhez képest azt láttuk, hogy idős betegeket elküldtek, akik nagyon rossz állapotba kerültek, és bizony nagyon sok magyar nem jutott hozzá ahhoz az ellátáshoz, ami kellett volna. Én a nyitás után két héttel egy olyan információt kaptam, hogy nincs beteg a Kiskunhalasi. Én is így tudom, és ez azért probléma, mert az egy, ahogy a Magyar Honvédség elmondta, ez egy viszonylag jól felszerelt kórház volt, és nagyon jó. Kifejezetten erre építették. Még 6-ot akart a miniszterelnök ugyanilyen kórházban. Így van, tehát ezért nem volt érthető az egész. Hozzáteszem, nagyon remélem, hogy bár Müller Cecília nyilván sajátos szó kifejezésekkel, nyúnyókától kezdve a kézmosáson át nagyon sok mindenről beszélt, de lesz egy rendelet, amiben a jogászok ki tudják olvasni, és nyilván a kórházigazgatók tudni fogják, hogy mi a dolguk, hogyha beindul az élet hétfőtől. Bocsánat, odaadom a szót. Hallottam egy nagyon jó bombolt egy operatőr barátunktól, hogy küzd, mint Reuters tudósító a nyúnyóka szó lefordításával. Szerintem ez óriási duma. Ez bevonulhat, igen. Vizi Attila operatőr. Szerintem az a legnagyobb probléma, bár nem vagyok ennek a területnek a szakembere, de ahogy beszélgettem egy házi orvossal, ő mondta nekem, hogy nem is igazából a koronavírus járvány meg a fertőzötteknek a száma lesz az óriási probléma és az ő ellátásuk, hanem az, hogy közben olyan műtétek maradnak el, vagy olyan vizsgálatok maradnak el, amelyek viszont emberek életébe kerülhet, és erre talán az egyik legsajnálatosabb példa az a 32 éves Esztergom kertvárosi fiatal anyukának az esete, akit ugye nem vizsgáltak meg kellőképpen, és emiatt ugye atyhártya gyulladásban meghalt, későn kapta meg ezt a kezelést. Tehát hogy én azt gondolom, hogy ezeket a vizsgálatokat, legalább a legfontosabbakat, még a járvány ideje alatt is nagyon-nagyon szigorú előírások mentén meg lehetett volna tartani. Tehát hogy most is csak egy életszerű példát mondjak, június elejére várjuk a második gyermekünknek az érkezését, és például a szülészeten naponta változnak az előírások, hogy az apuka bemehet-e, kell az apukának teszt, az anyukának csinálnak-e ott tesztet. Ha igen, és pozitív lesz, akkor hova kell majd mennie az anyukának? Tehát, hogy... A karcagi kórházba. Uh-huh. Tehát, hogy a koronavírusos kismamákat az én tudásom szerint, de most mindenben bizonytalan az ember. Budapestet mondtad, az egyik Budapestet. Az nagyon jó, mert hogy egyébként kifejezetten karcagot is hallottam, ahol szintén van egy kórház. Ez, amit mondasz, az azért lényeges, hogy a bizonytalanság, az, hogy ne, nincsenek világos irányvonalak, sokszor maguk az orvosok sem tudják, a kórházigazgatók sem, noplána a betegek. Tehát amikor ma valaki megkérdezi tőlem, hogy ő menne orvoshoz, kell-e neki teszt, azt a tesztet akkor azt ki csinálja, hogy csinálja, nem tudnék exakt választ adni. Jaj, bocsánat, csak a hivatalosan az hangzott el, hogy ha nincs koronavírus gyanú, de az akkor nincs szükség a tesztre, ha viszont gyanú van, akkor csak negatív tesztel. Ez hangzott el. Ezt csinálom, akkor most gyanús vagyok. Ha egy kicsit melegnek érzem a homlokomat, akkor egy laikus azt nem tudja megmondani, hogy mi az, hogy koronavírus gyanú. Hát lehet, hogy bennünk ott van a vírus éppen, csak olyan helyzet van, hogy rajtunk nem mutat olyanféle szintomákat, amit kellene. Tehát ez a legnagyobb baj, hogy nincsen világos iránymutatás se az állampolgárok részéről, és sokszor azt gondolom, hogy egyébként az orvosok és a kórházigazgatók számára sem. Ne felejtsük, igen, ne felejtsük el, hogy egyébként ez a kórházi kapacitás kérdése az az elem, amelyet még mindig vizsgál az ügyészség, hogy mennyiben akadályozza, ha kiírja valaki a Facebook oldalára a járványügyi védekezés eredményességét. Tehát ez mondjuk egy olyan kérdés, ahol akár rémhírterjesztés is meg lehet állapítani, bár ugye maga az, hogy a Gyulai Kórházban 1300 ágy van üresen, ez egy tényszerű és valóságos megállapítás. Soros.
Vagy Somos. Oké. Okay. Ez már média történet. Oké, folytassuk akkor az utolsó témánkkal, ami egy picit más téma, mert hogy az Európai Bíróság elmarasztalta Magyarországot a tranzitzónákban tartózkodó menekültek miatt. Ezzel a témával folytatjuk. A magyar szabályozás és gyakorlat megfelel az uniós és nemzetközi jognak, hiszen a tranzitzónát a migránsok Szerbia felé bármikor elhagyhatták volna. Így reagált Varga Judit az Európai Bíróság döntésére. Mint ismeretes, a testület elmarasztalta Magyarországot és megállapította, őrizetnek kell minősíteni a harmadik országbeli állampolgárok tranzitzónákban történő elhelyezését, ami 4 hétnél semmiképpen nem tarthat tovább. Az igazságügyi miniszter szerint az Európai Bíróság döntése azt jelenti, hogy kötelezni akarják Magyarországot a bevándorlók ellenőrzés nélküli beengedésére és befogadására. Akkor folytassuk ezzel az utolsó gondolattal, amit az előbb elhangzott, amit Varga Judit mondott. Elképzelhető ez, hogy újra egy ilyen migráns kampány kezdődik a járvány kapcsán. Azért is kérdezem, mert nem egyedi ez a mondat, Szijjártó Péter is hasonlóan fogalmazott. Ő azt mondta, hogy a koronavírus nyomán kialakult helyzet újabb migrációs hullámokat indíthat el Európa irányába, amelyet biztonság, kulturális kockázatokon felül már egészségügyi fenyegetést is jelent. Tehát, hogyha összerakjuk ezt a két mondatot, lehet, hogy esetleg egy újabb kampány téma lehet ez? Két apró tényt, persze, tehát hogy a kampány megindul, de két apró tényt azért elhallgat a magyar döntéshozattal. Az egyik az az, hogy ugye a Bóvó elutasították azoknak a menedékkérelmét, akik Szerbia felől érkeztek. Tehát ugye ezt elhallgatják. Másfelől azt a tényt hallgatják el, hogy Szerbiába meg nem vették át azokat, akikről azt állítja az igazságügyi miniszter, hogy Szerbia felé elhagyhatják a Magyarországot, a tranzitzónát. Tehát ugye e két tény alapján azt azért nehezen lehet elképzelni. Egyébként meg mellesleg a perbe is elutasították ezt a magyar érvelést. Ezt tudni kell. Uh-huh. És egy szegedi bíróság fordult oda az Unió bíróságához, tehát ilyen szempontból ez egy fontos kérdés volt, mert ott helyben kellett dönteni azt hiszem egy afgán és két iráni polgárnak. Igen, és ugye arról volt, hogy egyelőre ez még egyedi esetként kell nézni, tehát hogy ezért is mondhatta ezeket a mondatokat tulajdonképpen a miniszter is. Én mérhetetlenül sajnálom, hogy azt kell mondanom Varga Judit igazságügyi miniszterasszony Facebook bejegyzése kapcsán, hogy a miniszterasszony hazudott a Facebook posztjában. Ugyanis ez a döntés ez nem arról szól, hogy Magyarország vagy a magyar kormány menekült politikája kapcsán ugye arra köteleznék Magyarországot, hogy ellenőrzés nélkül fogadjanak be bárkit. Ez a döntés, ez arról szól, hogy a magyar kormány által is elfogadott nemzetközi egyezményeknek megfelelően kell eljárni. Tehát amikor az igazságügyi miniszter azt írja, hogy ellenőrzés nélkül kell befogadni menekülteket, akkor konkrétan hazudik. Az viszont, ami itt elhangzott, hogy ez egy készülődés, ugye a július, augusztus, szeptember időszakra, szerintem ez teljesen világos, és nem ez az első, hiszen a fő menekültes Bakondi úr az már hónapokkal ezelőtt is rémizgette az embereket azzal, hogy újabb 1 millió ember indulhat esetleg majd el a Marsról, és érkezik meg Magyarországra, hogy elvegye a magyarok munkáját. Ennél emellett, tehát a menekültek mellett szerintem pont a Kossuth Rádiós reggeli interjú mutatta meg, hogy kik lesznek az újabb ellenségek, akik irányába lőni fognak. Lesz nyilván az, aki nem jár disznóvágásra, a belvárosi 5. kerületi értelmiségi, lásd, kúria, de hogy ellenség lesz Gyöngyöspata kapcsán nyilvánvalóan a roma kisebbség is valamilyen módon. Úgyhogy szerintem ugyanaz az látszódik, ami a járványhelyzet előtt, hogy kormányozni nem, de ellenségképet nagyon szépen tudnak gyártani, és újra kezdik ezt felépíteni. Igen, szerintem is a legnagyobb probléma ezzel az egésszel, hogy nyilván volt egy népszavazás, ahol a magyarok egy része, egy jelentős része legalábbis, aki elment, az elmondta a véleményét. Magyarországra nyilván vonatkoznak azok a nemzetközi szabályozások, amelyeket ő maga is ratifikált, ő maga is elfogadott, de az viszont iszonyatosan gusztustalan, amit a Fidesz az elmúlt öt évben csinált ezzel a helyzettel kapcsolatban, mert tulajdonképpen látjuk azt, hogy nem megoldani akarta, hanem nem ezt a helyzetet akarta feloldani, kezelni, hanem egész egyszerűen egy ellenségképet akart kreálni. Ez azért részben sikerült is neki, bár ugye nagyon sokan vannak, akik átlátnak a szitán, hogy miért kellett a keletinél ott összegyűjteni
gyűjteni azt a sok embert, hogy utána még évekig a tévében ugye lehessen mutogatni rájuk. Én azt gondolom, hogy abból a szemszögből, hogy a Fidesz tulajdonképpen a gazdag migránsokat meg beengedte nagyon komoly pénzekért, amiket egyébként az adófizetők fognak megfizetni, mert ugye elkezdenek lejárni ezek a betelepedési kötvények, és iszonyatos kamat van rájuk, és ezt a magyar adófizetők fogják megfizetni, hogy erről viszont ugye mélyen hallgatnak, na ez az igazán álságos. Szerintem egyébként, amit a külügyminiszter mond Máltán, nevezetesen, hogy ott már jelentősen feltorlódtak a migránsok, és ezt összekapcsolja a járványügy terjedésével, vagy a járvány terjedésével. Ez körülbelül ugyanaz, mint amikor a miniszterelnök azt mondja, hogy a többség nem viselheti el azt, hogy a kisebbségnek ingyen pénz jusson. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy bármilyen politikai haszna is van ennek a történetnek, hogy bizonyos kisebbségi csoportokat így emlegetnek, azért az szerintem mélyen felháborító, hogy a rasszizmus állami szintre kerül. Ebben neked teljesen igazad van, csak azt hiszem, hogy az elmúlt 10 év az bebizonyította, hogy Orbán Viktort ez egyáltalán nem érdekli. Tehát ő a nyilván vagy közén kutatás... De zéro tolerancia van. De nem. Képviselőasszony, zéro tolerancia. Hát, ezt maga nem, a miniszterelnök hát mondta. Mit mondott? Ne azt nézzék, amit mondok, azt nézzék, amit csinálok. És amit ő csinál, az pontosan minden tekintetben... Írtja az alaptörvényt, ezt a megkülönböző. Dr. Schmidt Pál írta alá. Szerintem, hogy nem legessük ebbe a műsorban inkább. Na jó. Nem legessük, mert még lehet, hogy a nevét is Ctrl-C, Ctrl-V-vel írja le. De én azt gondolom, visszatérve, hogy a legszörnyűbb ebbe az egészben, hogy folyik újra az ellenségkép gyártása Sorostól, Gyurcsányig, menekültől, Romáig. Ez a végszó mára. Köszönöm szépen a vendégeinknek, hogy itt voltak. Köszönöm. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Szép estét, jó hétvégét, viszontlátásra. Köszönjük szépen.